1941. A német csapatok végigvonultak a Szovjetunión. Nem csak területeket foglaltak el, de felbecsülhetetlen értékű műkincseket is raboltak. Ezek között volt a Borostyán szoba. A 18. századi Borostyán kőből faragott falak, amelyek több millió fontot érnek. A világ 8. csodájának tartották. A csodálatos műalkotás először egy német városba, Königsbergbe került. Amikor a szövetségesek 4 évvel később, 1945-ben visszafoglalták a várost, a Borostyán szobának rejtélyes körülmények között nyoma veszett. Vajon a harcok során semmi sült meg? Vagy elrejtették? Az eltűnése a világ egyik legnagyobb műkincsvadászatát indította útjára, amelyben Kelet-Európa titkos rendőrségei is részt vettek. Hivatalos és nem hivatalos kutatások is folytak. Kelet-Európából a Stázi és a KGB is nyomozott. Előkerülnek hibás nyomok, eltűnt iratok és kitalált történetek. A Stázi egyre több pénzt és időt ölt bele, ők akarták a dicsőséget. Kezdetét vette a 20. század egyik legnagyobb kincsvadászata. A vadászat, ami a mai napig tart. Nagyon közel vagyunk a Borostyán szoba megtalálásához. Az Órehegység Németország északkeleti részén. Erdővel borított hegyoldalak és használaton kívüli bányák. Henry Hattenhauer itt kereste az elmúlt 20 évben ezt a különleges eltűnt műkincset. Az elrabolt orosz műkincs a II. Világháború végén tűnt el, és azóta sem került elő. Hattenhauer meg van győződve róla, hogy a kincs a környék egyik elhagyott bányájában rejtőzik. Gyakorlatilag a környék minden bányáját feltártuk, a legrégebbieket is. Becsléseim szerint körülbelül 150 bányáról van szó. Hattenhauer aprólékosan dokumentálta a műkincs vadászatot. A kutatás annyira titkos, hogy a résztvevők felismerhetetlenek akarnak maradni. Saját földmérő csapatunk is van. Térképeket rajzolunk, felmérjük az alagutakat, felmérjük a tárnákat. A kincsvadászok alapos és nem minden rizikó nélküli munkát végeznek. Az alagutak nagyon veszélyesek. Nem lehet egyszerűen besétálni a nyílásokon. A leomló kövekre is ügyelnünk kell. Több évnyi kudarcot követően Hattenhauer úgy gondolja, hogy végre sikerült megtalálnia a kincset rejtő bányát. Ha ez igaz, hatalmas felfedezés küszöbén áll. Egy 60 éve folyó kutatás érhet a végére. Hattenhauer talán megtalálta a legendás Borostyán szobát. A világ egyik legkülönlegesebb műtárgyáról van szó. Az úgynevezett Borostyán szoba egy fényűző terem, borostyán kőből faragott falakkal. Az eredeti borostyán szoba igazán tündöklő lehetett. Fantasztikus látványt nyújthatott. Senki sem próbálkozott előtte hasonlóval. Egyes részeit háromdimenziósra faragták, koronákat, tárgyakat. A szoba elképesztő minőségű kézműves munka eredményeképpen jött létre. Ez a figura szerintem nem egy darabból lett kifaragva, mert a karja más színű, mint a test többi része. A
A műalkotást a 18. századi német mesteremberek több millió darab borostyán felhasználásával alkották meg. Itt hátul egy mozaik található. Gyakorlatilag a háttér egésze egy mozaik. Borostyán darabokat illesztettek össze, így készült el a mozaik. Nincsenek hézagok, az egész borostyánból van. A borostyán ritkaságnak számító féldrága kőfajta. Az egyik legfontosabb lelőhelyének a Balti-tenger lengyel partvidéke számít. A borostyánkő a 60 millió évvel ezelőtt itt élő fák gyantájából jött létre. Az 1700-as évek elején a borostyán szoba a német kézművesség legnagyobb szabású szimbólumává vált. A világ 8. csodájának tartották. Szerintem ennek az az oka, hogy eddig senkinek nem jutott eszébe a borostyánt építészeti célokra felhasználni. Hatalmas bátorság kellett hozzá, hogy egy olyan anyagot, amit az emberek addig csak ékszerek készítésével hoztak összefüggésbe, építészeti célokra használjanak fel. Hogy egy egész szobát ezzel az anyaggal borítsanak be. Meglehetősen hihetetlen ötlet. A nem mindennapi műalkotást Németország 1716-ban odaajándékozta Európa egyik leghatalmasabb uralkodójának, Nagy Péter orosz cárnak. A cár a borostyánból készült faldíszítést a szentpétervári Katalin palotájában helyezte el. Itt lehetett megtekinteni több mint 150 éven keresztül, egészen 1941 nyaráig. ...1941. júniusában Hitler megtámadta a Szovjetuniót. A németeket nem csak a területszerzés érdekelte. Annak érdekében, hogy a német kézművesség összes leletét megszerezzék, az aprólékosan megtervezett művelet részeként szakembereket is magukkal vittek. Hitler maga is megszállott volt. Fanatikusan kutatott a 18. és a 19. századi műtárgyak után. A németeknek előre kidolgozott terve volt. Ezek a tervek még a megszállás előtt születtek meg, amikor is múzeumigazgatókat és szakembereket küldtek ki idegenvezetőkkel. Ők hosszú listákat készítettek a harmadik birodalom számára leginkább fontos műtárgyakról. A lista élén a borostyán szoba állt. Nagyon fontosnak tartották, hogy a borostyán szoba ismét Németországban legyen. A nácik számára a borostyán szoba a német erőt testesítette meg. Egy időgép volt, ami visszarepíti őket a teutón lovagrendhez, a nácizmus és a nemzeti szocializmus elődjéhez. A borostyán szoba a középkorig visszavezethető germán felsőbbrendűség és militarizmus szimbóluma volt. Miközben a német hadsereg végig söpört a Szovjetunión, a szovjet múzeumigazgatók harcot hívtak az idővel. Értékes műtárgyak ezreit kellett becsomagolni, és minél gyorsabban keletre, Szibériába szállítani. A borostyán szoba esetében akadályokba ütköztek. Ez a műkincs túlzottan törékeny volt. Amikor megpróbálták eltávolítani a falakat borító borostyánt, rá kellett jönniük, hogy törékeny. Megvolt rá az esély, hogy anélkül szedjék le, hogy megkárosítanák az anyagot.
Ezért úgy döntöttek, hogy egy másik szobának álcázzák, cigarettapapírral. Mindegyik kurátor zsebében volt cigarettapapír, és ezeket ráragasztották a borostyára. A terv az volt, hogy a papír majd tapaszként szolgál, megakadályozza, hogy a borostyán megrepedjen. Erre vattát tettek, amit párnákból szedtek ki. Aztán jött a lepedő és a tapéta. Mindössze ennyit tudtak tenni. ...1941. szeptemberére, két hónappal a Szovjetunió megszállását követően, a németek körülvették Szentpétervárt. A Katalin palotát és azon belül a Borostyán szobát keresték. Az oroszok fáradozása ellenére a németek tudták, merre kell kutatni. Pontos terveik voltak, pontosan tudták, melyik szobába kell bemenniük. Tisztában voltak a méretekkel, még szállítóeszközöket is hoztak magukkal, sokkal szervezettebbek voltak, mint a kiürítésre odatoborzott oroszok. A német hadsereg nem félt a műalkotás megrongálásától. Nyilván gondosan összeszámolták a tárgyakat, ládákba tették és elvitték. A Borostyán szoba megkezdte útját Szentpétervárról Königsbergbe, a mai Kaliningrádba. Itt a város kastélymúzeumában került kiállításra. Ez volt az a hely, ahol utoljára látták a Borostyán szobát. Az ezt követő történések homályosak és vitatottak. ...1944 telére a németek megkezdték a visszavonulást. A szövetségesek folyamatosan bombázták a városban rekedt németeket. A Vörös Hadsereg keletre tartott. 1945 áprilisára visszafoglalták a várost. A Vörös Hadsereg megérkezésekor a város lángokban állt. Az emberek állandó félelemben és rettegésben éltek. A Vörös Hadsereg katonái egytől egyig el akarták pusztítani a megmaradt nácizmus minden darabját. Az oroszok mindenek előtt a Borostyán szobát akarták megtalálni. Hiába kutatták át az egész várost, a keresés nem járt eredménnyel. Vajon mi történhetett? A műkincs elpusztult a városért folytatott harcban. Elrejtették valahová? Vagy a visszavonuló németek magukkal vitték? És ha így történt, hová? A Borostyán szoba rejtélye útjára indult. ...1946 nyara. A Szovjetunió szakértő csapatokat küldött Európába az elrabolt műkincsek visszaszerzésére. A szovjetek trófea alakulatokat küldtek az általuk elfoglalt országokba, ezek az alakulatok pedig minden múzeumot kirámoltak. Az alakulatok Kaliningrádba is eljutottak, a Borostyán szoba utolsó ismert rejtek helyére. A küldetést az ország egyik legnevesebb szakértője vezette. Anatolij Kucsumov a háború előtti években a Borostyán szoba főigazgatója volt. Kaliningrádba érve rövidesen fontos nyomra bukkant. A Borostyán szoba négy kis kő mozaikot tartalmazott.
A kastély törmelékei között megtalálta három mozaik maradványait. Mind a három darab töredezett volt, a negyedik viszont nem volt meg. A negyedik mozaik darabjait Kucsumov hiába kereste. Ezt valószínűleg eltávolították. Ez a tény fontos volt Kucsumov számára. Ha a mozaik egyik darabja nincs meg, akkor vajon mi minden tűnt még el a szobából? Ez volt Kucsumov logikája. Ha az egyik mozaikot eltávolították, akkor nagy valószínűséggel ugyanez lett a sorsa a sokkal értékesebbnek számító borostyánfalaknak is. Mindebből arra következtetett, hogy a borostyán szoba túlélte Königsberg ostromát. De ha túlélte, hol lehet? Kucsumov további kutatásai a háború utolsó napjaira koncentráltak. A jelentések azt sugallták, hogy a szövetségesek bombázásakor a borostyán szobát a föld alá rejtették. Ebben az irányban kell tovább keresnie? Kucsumov szerzett ásófelszerelést, és egy önkéntes csapattal megkezdték a saját ásatásukat. Nagyon rövid idő alatt hatalmas erőbedobással dolgoztak, búvárokkal kutatták át az aláaknázott és elárasztott alagutakat. Sokan közülük meghaltak, mert a nácik távozásuk előtt robbanóanyagot hagytak az alagutakban. Az oroszok, ha kellett, felrobbantották a beomlott alagutakat. Kucsumov áttörte az épületek falait, hogy bejusson a föld alatti bunkerekbe. Lecsapolta a vízzel elárasztott pincéket, boltok, kastélyok föld alatti járataiba is behatolt. De végül nem talált semmit. A borostyán szoba felkutatása az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb kincsvadászatává nőtte ki magát. A kincsvadászathoz elsőként csatlakozó országok egyike az újonnan alakult Német Demokratikus Köztársaság, az NDK volt. Miután Németország keleti részét a Vörös Hadsereg a háború utolsó hónapjaiban elfoglalta, a szovjet keleti blokk részévé vált. Az NDK a kommunizmus egyik meleg ágya lett. A belső ellenállások leküzdésére a hatóságok megalapították a kelet-német titkos szolgálatot, az úgynevezett Stázit. A Stázi egy hatalmas berlini irodaépületben működött. Itt gyűjtöttek össze információkat kelet-német állampolgárok millióiról. Az 1940-es évek végén a Stázi érdeklődése a borostyán szoba felé fordult, és megkezdték a műkincs utáni saját kutatásukat. Az NDK mindent elkövetett, hogy jó fényben tűnjön fel Moszkva szemében. Kelet-Németország kommunistáinak ráadásul bűntudatuk is volt, mert annak idején ők szállták meg a világ első kommunista országát, ezért sokan közülük úgy érezték, hogy tenniük kell valamit azért, hogy enyhítsék a bűntudatukat. Amikor a Szovjetunió meg akarta találni a borostyán szobát, a németek természetesen segíteni akartak. Nem a Stázi volt azonban az egyetlen titkos szolgálat, amelynek tagjai a borostyán szobát keresték. A nyomozáshoz az oroszok kikérték a Ljubljankán állomásozó KGB segítségét is. A következő 30 évben mind a szovjet, mind a kelet-német titkosszolgálat külön kutatott a borostyán szoba után. Két párhuzamosan folyó nyomozás zajlott. Az egyiket a KGB folytatta, a másikat pedig a kelet-németországi Stázi tagjai. A
A két kutatás azonban nem volt sem felebaráti, sem kooperatív. Amikor a KGB úgy gondolta, hogy nyomon van, nem fedte fel a kutatás eredményeit a Stasinak, hiszen ők akarták learatni a dicsőséget. Ugyanakkor a Stasi is első akart lenni a Borostyanszova felkutatásában. Ők is a dicsőségre vágytak. Emiatt meglehetősen feszült volt a kapcsolat. A KGB Kaliningrádra, a korábbi Königsbergre koncentrált, arra a városra, ahol a Borostyanszovát utoljára látták. Közben a németek a saját hazájukban nyomoztak. Berlinben a Stasi az első információkat egy korábbi SS-tiszttől szerezte. Gerhard Strauss, a Borostyanszobát is kiállító Kaliningrádi kastély igazgató helyettese volt. Strauss véleménye szerint a szövetségesek bombázása során, amikor a Vörös Hadsereg már közel volt a városhoz, a Borostyanszobát biztonságba helyezték. Strauss számos iratot átnézett, értekezett kurátorokkal, és a Borostyanszoba hollétével kapcsolatban több helyszín is megfordult a fejében. Ezek között volt Görlitz is. A német kisváros Görlitz Németország és Lengyelország határánál fekszik. Egy kis időre úgy tűnt, a németek közel kerültek a rejtély megoldásához. Hamar rájöttek azonban, hogy Strauss bizonyítékai nem többek mendemondánál. Nem elegendőek ahhoz, hogy egy várost felforgassanak. Ennél komolyabb bizonyítékra volt szükségük. Mivel nyomok alig voltak, kénytelenek voltak új irányba tapogatózni. A 1958-ban a Stasi olyan lépésre szánta el magát, amire eddig nem volt példa a szigorúan kormányzott kelet-német társadalomban. Az állandó titkolózásáról híres rezsim megszólította a nyilvánosságot. A Freie Welt című kelet-német újság egy felhívásban kért segítséget a néptől. A felhívás lényege az volt, hogy ha a lakosság körében bárkinek is van valami információja a műkincsekkel kapcsolatban, akkor itt az ideje, hogy jelentkezzen, és elmondja azokat a hatóságoknak. Tehát, ha bárki tud valamit, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi tanáccsal, az újságokkal, a KGB-vel, a Stasival, bárkivel. A lényeg, hogy segítsenek a hatóságoknak, hogy újra el tudják kezdeni a kutatást. A nyomozás élén a Stasi egyik ügynöke Paul Encke állt. Paul Encke tagja volt a náci párt ifjúsági szervezetének. Aztán a szovjet csapatok elkapták és átnevelték. Az új eszméket valószínűleg ugyanolyan lelkesen sajátította el, mint annak idején a Hitlerjugendben tanultakat. A Stasi ezredese a titkos rendőrség teljes értékű tagja volt. Két héttel a cikk megjelenését követően Encke levelet kapott. A levél küldőjének fontos információk voltak a birtokában. A Rudi Ringel kódnéven ismert férfi arról számolt be Enkének, hogy nemrégiben átkutatta a házának pincéjében található kőtörmeléket. Ennek során akadt rá apja személyazonossági papírjaira, számos más dokumentum társaságában. Ringel elszörnyedt, miután elolvasta őket. A dokumentumok szerint Ringel apja tagja volt az SS-nek, Hitler elit hadseregének. Az 1950-es évek Kelet-Németországában egy ilyen kapcsolat komoly problémát jelenthetett.
A fiatal Ringel elégette a papírokat, és igyekezett minél hamarabb elfelejteni a történteket. 10 évvel később a Freyjevel cikke felélesztette az emlékeket. Ringel elmondta Enkének, hogy a megsemmisített dokumentumok között egy 42 darab láda átadásáról beszámoló nyugta is volt. És egy parancs az elszállításukról. Ami ennél is jelentősebb, Ringel egy rádió jelentés szövegére is emlékezett. A Vorostyánszoba akció befejezve, elraktározva ismeretlen helyen. A bemenet felrobbantva, a harcok során sokan megsérültek. Enke alig akart hinni a szerencséjének. Ez volt az első pozitív megerősítés, miszerint a Borostyánszoba evakuálását elrendelték, és a feladatot végre is hajtották. Enkének végre szilárd bizonyítékai voltak a Borostyánszoba létezésével kapcsolatban. Már csak meg kellett találni. A további nyomozás során Enke kiderítette, hogy a rádió üzenet nagy valószínűséggel az Erzkeberge-hegység egyik bányászvárosából érkezett. A város neve Lengefeld volt. A Borostyánszoba lehetséges rejtekhelyeinek száma 3-ra bővült. Az oroszok még mindig abban hittek, hogy a műkincs valahol Kaliningrádban lehet. A németek kezdetben a lengyel határnál található Görlitz városára gyanakodtak. Az új bizonyítékok azonban Lengefeld irányába mutattak. Mivel Lengefeld hegyek és völgyek között fekszik, a műkincs hollétével kapcsolatban több száz lehetőség merült fel. A bizonyíték túl homályosnak bizonyult. Enkének ennél több kellett. Aztán 1960-ban úgy tűnt, a kutatás újabb áttöréshez ért. Ezúttal az oroszok álltak elő bizonyítékokkal. A KGB kihallgatott egy Erich Koch nevű férfit. Koch annak idején fontos náci tisztviselő volt. A háború alatt ő volt Kaliningrád helytartója. Őt bízták meg a Kastélymúzeumban a Borostyánszoba felszerelésével. 1967-ben végül bevallotta a KGB-nek, hogy a háború végnapjaiban az ő parancsára szedték le a Borostyán falakat. Beismerte, hogy a Borostyánszoba is azok között a kincsek között volt, amelyeket összepakoltak és eredetileg evakuálni akartak. Az elszállítás nem sikerült. Azt állította, hogy ehelyett ládákba kerültek és elásták őket a kaliningrádi templom alatti titkos bunkerben. Az új bizonyítékok Anatoli Kuchumov feltételezéseit támasztották alá. Eszerint a kincset mégsem az Erzgeberge-hegységben kell keresni. Mert még mindig Kaliningrádban van. Az oroszok annyira megörültek az új bizonyítéknak, hogy ásófelszerelést és önkénteseket szereztek. Megint fel akarták forgatni az egész várost. Az oroszok ismét átfésülték Kaliningrádot. De ezúttal sem találtak semmit. Ha a Borostyánszobát Kaliningrádban rejtették is el, ahol léte továbbra is ismeretlen maradt. Közben Kelet-Németországban Paul Enke az általa összegyűjtött bizonyítékokat vizsgálta. Az elmúlt 8 év alatt semmire sem jutott.
Aztán 1976-ban Weimarban Encke feljegyzéseket talált a Koch által zsákmányolt kincsekről. Koch az egyik legfőbb műkincstolvajnak számított. A feljegyzések többek között 132 ezüst gyertyatartóról számoltak be. A számnak különleges jelentősége volt. Megegyezett ugyanis a Borostyán szobában található gyertyatartók számával. Vajon ugyanazokról van szó? Encke több weimari szemét is kikérdezett, és arra jutott, hogy Koch valószínűleg hazudott a KGB ügynökeinek. Encke hallott egy történetet, miszerint volt egy mentőautó, amelyben gyertyatartókat szállítottak. Különböző, nem pontosan azonosított, de biztosan nagyértékű műkincseket szállítottak egy vörös keresztes mentőautóban. Ezek a járművek semlegesek voltak, nem lehetett őket támadni sem a földön, sem a levegőből. Ilyen mentőautó ment keresztül Weimaron. Az iratok szerint a kincseket délfelé szállították, az Erzgeberger hegység irányába. Ha Enkének igaza volt, a Borostyán szobát mégsem Kaliningrádban kell keresni. Úgy tűnt, a rejtély lassan megoldódik. Rudi Ringel bizonyítékai szintén az Erzgeberger hegység felé mutattak. Enke meg volt győződve róla, hogy végre rájött, hol keresse a Borostyán szobát. Ebben az évben hozzákezdett a használaton kívüli bányák átkutatásához. Nagyon sok bányát végigkutattak. Komoly felszerelést vetettek be, rengeteget ástak és tekintélyes mennyiségű pénzt áldoztak fel. Hatalmas művelet volt rengeteg önkéntessel. Encke végül a lehetséges bányák számát egyre szűkítette. Az alagutat azonban egy leomló szikla eltorlaszolta. A németek tovább ástak. Felrobbantották a torlaszokat. De Enkére egy kellemetlen meglepetés várt. Mikor végre sikerült hozzáférniük ahhoz a területhez, ahol a kincset sejtették, nem a kincsre bukkantak, hanem a Pravda összegyűrt és megégett darabjaira. A Pravda a szovjet kommunista párt újsága volt. A megégett lapok 1945. júliusából származtak. A lapokat a Vörös Hadsereg cigarettapapírként használta. Ezek szerint a szovjet alakulatok már 31 évvel korábban feltárták a bányát, és a Borostyán szobát ők sem találták meg. Ezt a tényt azonban elfelejtették közölni Enkével és a kollégáival. A Stázi több mint félmillió dollárt költött a műveletre. A kudarc drága és kínos volt. A főhadiszálláson Encke főnökei a kudarc okaira voltak kíváncsiak. A Stázi nem szokott hibázni. Emellett egy másik aggasztó felfedezés is várt rájuk. Rudi Ringel története, miszerint apja SS vezető volt, teljes kitalációnak bizonyult. Arról az emberről, akire Enke az egész teóriáját építette, kiderült, hogy egy sebesült postás, akinek semmi köze nem volt a Borostyán szobához. Az illető egy fanatikus volt, kitalált iratokkal. A németek bizonyítékai teljesen félrevezetőek voltak, kitalációk. A Stázi ennek ellenére további 10 évet töltött a Borostyán szoba felkutatásával.
Ha a Stasi egyszer belekezdett egy műveletbe, nem adták fel. A költséghatékonyság egyáltalán nem számított. A lényeg számukra az volt, hogy elérjék a céljukat. Ennek érdekében bármennyi időt és pénzt feláldoztak. Még akkor is, ha a borostyán szoba megtalálására alig volt esély. Mindez nem számított. Egy kommunista rendszerben az volt a fontos, hogy folytassák a keresést. A kutatás csak akkor ért véget, amikor sokkal fontosabb, az egész világot megváltoztató események történtek. A Kelet- és Nyugat-Németországot kettéosztó fal leomlott. Kelet-Európában megbukott a kommunizmus. Kelet- és Nyugat-Németország újra egyesült. Az eseményeket követő eufórikus légkörben egy német energiaszolgáltató cég bejelentette, hogy rekonstruálják a régi borostyán szobát. És oda ajándékozzák a Szovjetuniónak. Az ígéret azonban elhamarkodottnak tűnt. A borostyán kőfaragás régi mestersége ugyanis már a múlté volt. Voltak mesterembereik, csak hogy ők már nem rendelkeztek a régiekhez hasonló szaktudással. Az emberek régóta nem foglalkoztak borostyánfaragással. A munkálatok csigalassúsággal haladtak. Nem tudták pontosan, hogy készítették el a szobát. Nem voltak színes képeik a szobáról. Rá kellett jönniük, milyen vastagok voltak a mozaikok. Rá kellett jönniük, mekkorák voltak a faragások. Elkészítettek néhány darabot, aztán kidobták őket. Egyszerűen nem tartották őket elég jól sikerültnek, és persze nagy problémát jelentett a szín is. Ezt a problémát senki sem látta előre. Az új borostyán általában csillogó. Tehát, ha kezeletlen balti borostyát használtak volna fel, a falak citromsárgák lettek volna, és ez nagyon nem lett volna jó. Ezért fogtak néhány korabeli ékszerdobozt, amelyek valószínűleg a borostyán szobához hasonlóan öregedhettek meg, és fekete-fehér fotókat készítettek róluk. Aztán ezeket a képeket összehasonlították a régi borostyán szobáról készült fekete-fehér felvételekkel. Így jöttek rá, hogy egy bizonyos szürke árnyalat van az ékszerdobozokon, és a falakon is, tehát erre a tónusra van szükség. Így rekonstruálták az elérni kívánt színt. Hogy pontosan mennyire sikerült, azt nem tudjuk. A munka sok éven át tartott. Végül 2002-ben hatalmas pompa közepette ismét felállították az eredeti helyén, a Szentpétervári Katalin palotában. Igaz, hogy nem az eredeti volt, de így is lenyűgöző látványt nyújtott. A siker ellenére azonban egy kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt. Mi történhetett az eredeti borostyán szobával? Adrian Lévy egyike volt azon oknyomozó újságíróknak, akik 4 év megfeszített Berlinben, Moszkvában és Szentpétervárot folytatott nyomozást követően 2004-ben kiadtak egy új tanulmányt a borostyán szobáról. A kutatás során Lévy 1945-re és a háborút követő hónapokra koncentrált. Egy új nyomot fedezett fel.
1945 nyarán az oroszok a Borostyán-szoba felkutatására egy jelentős művészeti szakértőt küldtek Königsbergbe. A látogatás azonban feljegyzetlen maradt. Alexander Brusov a Moszkvai Történeti Múzeum régész professzora volt. Brusovot az döbbentette meg, amikor megjelent Königsbergben, hogy senki sem tett lépéseket annak érdekében, hogy megóvják a königsbergi kastély romjait és a benne elrejtett kincseket. Brusov fejében lassan összeállt az események kronológiája. Königsberg feladásakor a kastély érintetlen volt, a város feladása április közepén történt, de mikor az oroszok elfoglalták és ő odaért, május végén a kastély leégett. A kérdés az volt, hogy vajon a kastéllyal együtt a Borostyán-szoba is megsemmisült? És ha így történt, ki a felelős mindezért? Brusov kellemetlen következtetést vont le. A jelentéseiben és a naplójában is lejegyezte, hogy a kastély porigégéséért a Vörös Hadsereg volt a felelős. Számukra ugyanis a kastély a gyűlölt nácizmus megtestesítője volt. Eszükbe sem jutott, mit tárolhattak a pincékben. Pedig az egyik itt elrejtett dolog különösen értékes volt. A Borostyán-szoba. Az oroszok eszerint maguk semmisítették meg a Borostyán-szobát. Ez az öngól látványos és meglehetősen kínos volt. Brusov tehát 1945-ben megoldotta a rejtélyt. De miért tartották titokban az igazságot? Miért állították az oroszok, hogy a Borostyán-szoba létezik? Lévi számára a válasz egyszerű volt. Az a gondolat, hogy a Vörös Hadsereg gondatlanságból elpusztította az ország egyik legfontosabb műkincsét, a szovjet hatóságok számára elfogadhatatlan volt. Ezért inkább kitaláltak egy új igazságot. És ezzel megszületett a megmenekült, de elrejtett Borostyán-szoba mítosza. Lévi arra is rájött, hogy Anatolij Kucsumov személyében olyan embert találtak, akinek érdekében állt egy új történetet kitalálni. Kucsumov a német megszállás óta nagy terhet hordozott a vállán. 1941-ben ő felelt a Katalin palota összes műkincséért, a Borostyán szobáért is. Ő döntött úgy, hogy a Borostyán-szoba túl törékeny az elszállításhoz. Úgy döntött, hogy a helyén hagyják, és egy másik szobának álcázzák. A németek azonban hamar felfedezték, és néhány napon belül el is szállították. Anatolij Kucsumovot a háborút követően iszonyú bűntudat gyötörte. Képzeljünk bele, adott egy fiatal, ambiciózus múzeumigazgató, aki egy borzalmasan rossz döntést hozott. Nem pakolta össze a Borostyán-szobát, a nácik viszont 36 órán belül szétszették. A háború utáni politikai légkörbe egy ilyen döntés nem csak letartóztatással, de halállal is járhatott. Kucsumov egy olyan környezetben találta magát, amit teljesen átszőtt a politika. Megkezdődött a hidegháború, és mindent a KGB uralt. Sok kollégája tűnt el a rossz döntések következtében. Mindemellett elképzelhető az, hogy a Borostyán-szoba eltűnésért felelős ember visszatér, és azt mondja, hogy nem talált semmit. Erre sok esély van. Ehelyett Kucsumov egy új válasszal állt elő, ami nem csak a Szovjetunió számára volt kedvező, de önmaga számára is. Valószínűleg ez mentette meg az életét. Kucsumov, mikor 46-ban Kaliningrádba küldték, úgy tett, mintha bőven elég bizonyítékot talált volna ahhoz, hogy megerősíthesse, a Borostyán-szoba igenis túlélte. Ez azt jelentette, hogy bizonyíték van arra is, hogy ő nem bűnös, semmiféle bűnt nem követett el. A Borostyán-szoba egyszerűen eltűnt.
Lévi végül megoldotta a rejtélyt. A borostyán szoba utáni kutatás sehová sem vezetett, a műkincs ugyanis a tűz martaléka lett. Ennek ellenére néhány ember tovább folytatta a keresést. A 2000-es évek elején a kincsvadász Helmut Genssel a német határ közelében a Cseh Köztársaságban végzett feltárásokat. A férfi információi szerint a háború végén teherautók szállították a környék használaton kívüli bányájába a borostyán szobát. Miért jöttek volna ide teherautók a háború végén? Kell, hogy legyen valami oka. Közben Németországban a bánya másik bejáratánál egy helyi lakos szintén ásni kezdett. A mérőberendezések üreges részeket és fémtárgyakat jeleztek. Egyik kincsvadász sem járt eredménnyel. Egy férfi azonban még mindig reménykedik. Henry Hattenhauer bízik benne, hogy valahol mélyen az Ore-hegységben megtalálja a borostyán szobát. A férfi az egyik bányában értékes új bizonyítékokra bukkant. Találtunk lábnyomokat, SS csizmák lábnyomait, sok lábnyomot, mindegyik egy irányba mutat. Találtunk egy lámpaburát is, 5 villanykörtével, ami elég érdekes. Elektromos berendezéseket sosem találtak ezekben a bányákban. A bányákat az elektromos világítás felfedezése előtt a 19. század végén bezárták. Hattenhauer szerint a bányát azóta használta valaki. Biztos, hogy ezt a bányát nem csak bányaként használták. Meg vagyok győződve róla, hogy itt van a borostyán szoba. Biztos vagyok benne. Tisztában vagyok vele, hogy rengeteg ember állítja azt, hogy tudja, hol van a borostyán szoba, és sokan nevetnek ezen az egészen. De mi számos olyan nyomra bukkantunk, ami azt bizonyítja, hogy a borostyán szoba itt van. Azonban a lábnyomok és a rejtélyes lámpa megtalálását követően az alagutat eltorlaszolta egy leomló szikla. Az akadály elhárításához Hattenhauernek és csapatának pénzre lenne szüksége. Nagyon közel vagyunk hozzá, hogy megtaláljuk a borostyán szobát, de segítségre van szükségünk. Nem tudjuk egyedül tovább folytatni. Hattenhauernek mindez idáig nem sikerült támogatót találnia. A reményt azonban nem adta fel. Úgy tűnik, a borostyán szoba értéke és mitikus státusza a jövőben is a kincsvadászok sokaságát fogja elcsábítani. Még akkor is, ha a bizonyítékok arra utalnak, hogy a borostyán szoba több mint 60 évvel ezelőtt megsemmisült.